prostatateszt Karcagon, idősek védelme, fűtési szezon veszélyei, sajtkészítő mester Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 27-én 18 óra 5 perckor. November világszerte a prosztatarák megelőzésének hónapja. A betegség napjainkban már a patikákban is kapható gyors teszttel kiszűrhető. Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is elvégezte a tesztet. Mint az elnök televíziónknak adott interjújában elmondta, számára is fontos volt, hogy elvégezze ezt a tesztet. Megvizsgáltuk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében a férfiak esetében mi a vezető halálok, és az első között sajnos ott van a daganatos megbetegedéseknek a sora, és azon belül is a prosztata vezet. Sajnos az elmúlt évtizedekben nem volt elég tudatos az ifjúság egészségre nevelése, és ebbe is belejátszhat az, hogy sajnos a Szolnok megyei tapasztalataink az országos átlagnál rosszabbak. Én azt gondolom, hogy mindenki számára fontos, aki elmúlt 45 éves, hogy legalább saját maga megnyugtatása, de a családtagjai megnyugtatása érdekében is vegyen ezen részt, hiszen a férfi halandóság a megyében szintén a rosszabbik statisztikai adatok közé tartozik, és én arra biztatnám a család nőtagjait, hogy vigyék el férjeiket, édesapjukat, vagy akár gyermeküket ezekre a szűrésekre, hiszen a család kollektív felelőssége az is, hogyha valaki az egészségét szeretné megőrizni, akkor az ilyen szűrővizsgálatokkal elejét veheti egy későbbi rosszabb indulatú, vagy nehézkesebben gyógyuló, nehézkesebben elvégezhető terápiának. A karcagi Kátai Gábor kórház patikájában dolgozó egészségügyi szakemberek segítségemre voltak a PSA, azaz a prosztata specifikus antigén gyors teszt elvégzésében, mondta az elnök. A gyógyszertár dolgozói is arra biztatják elsősorban a 45 év feletti férfiakat, hogy tegyék meg ezt az egyszerű, otthon is elvégezhető szűrővizsgálatot saját egészségük érdekében. Természetesen a gyors teszt elvégzése segítség igényelne, bármelyik patikában a gyógyszerészek a paciensek segítségére vannak. Idős ember lett ismét áldozata egy trükkös csalónak. Egy idős asszony tett bejelentést a rendőrségre 2019. november 14-én a kora délutáni órákban, mivel úgy érezte, csalás áldozata lett. A rendőrök megállapították, hogy azon a napon egy ismeretlen férfi jelent meg a Szolnoki asszony kertes házánál, ahová papírgyűjtés ürügyén bejutott. Az idegen egy közös ismerősre hivatkozva először 50 ezer forint készpénzt kért kölcsön a nénitől, amit meg is kapott. Ezt követően a csaló arra hivatkozással, hogy fotózásra mennek, ékszereket kért kölcsön az anyukája részére, amiket miután megkapott, távozott. A gyanútlan sértetnek csak 2 óra elteltével vált mégis gyanúsá az eset, és értesítette a rendőrséget. A szolnoki rendőrkapitányság csalásvédséggel követésének gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben, ami pár nap múlva eredményre vezetett. A helyi körzeti megbízott információi és a beszerzett adatok alapján azonosították a lehetséges elkövetőt. A nyomozó 2019. november 19-én már gyanúsított hallgatták ki B. Gábor helyi lakost. Egy ismeretlen férfi jelent meg egy szolnoki idős asszony házánál, akinek az otthonába papírgyűjtés ürügyén kéreckedett be. A férfi közös ismerősre hivatkozással 50 ezer forint készpénzt és aranyékszereket csalt ki a nénitől. A gyanútlan idős asszonynak azonban később gyanússá vált az eset, és értesítette a rendőrséget. A rendőrök pár nap alatt azonosították az elkövetőt, akit a szolnoki rendőrkapitányságon csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak az időskorúak felvilágosítására a trükkös tolvajokkal, házalókkal kapcsolatosan, akik az időskorúakat otthonukban megtévesztéssel, az életkorukból fakadó testi és szellemi állapotukat kihasználva károsítják meg. A rendőrség kiemelt figyelmet fordít az időskorúakkal szemben elkövetett jogsértések megelőzésére. Ezért ismételten kérjük, hogy az időskorúak ne engedjenek be idegeneket otthonaikba. Velük szemben legyenek mindig kellően körültekintőek és óvatosak. Otthonaik ajtaját mindig tartsák zárva. Ha úgy érzik, hogy bűncselekmény áldozatává váltak, azonnal hívják a 112-es segélyhívót.
fogadják meg tanácsaikat. Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket. Ne bízzanak meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jómódúnak tűnnek. Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen segítséget kérnek. Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket. Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakáshajtót és kaput. Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk rendszámát. Hogyan is készüljünk fel a télre? Mire vigyázzunk a fűtési szezonban? Erről kérdeztük Kovács Zoltán Jánost, a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség megbízott hatósági osztályvezetőjét. A fűtési szezonban egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve a tüzelő fűtőberendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék elvezetők. Különösen figyelnünk kell arra ilyenkor, hogy ugye a kéményseprést, az égéstermék elvezetőnek a tisztítását végeztessük el a kéményseprőkkel, ami gyakorlatilag ugye a katasztrófa védelem által végzett munka, és ez a lakosság részére teljesen ingyenes, úgyhogy ezúton is csak arra buzdítok mindenkit, hogy vegye igénybe a szolgáltatást, ezt a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon el lehet érni, és időpont egyeztetés után ezt el is fogják végezni. Hát miért is van erre szükség? Ugye említettük, hogy nagy igénybevételnek vannak kitéve ilyenkor a tüzelőfűtő berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermékelvezetők. Azért is fontos dolog az, hogy csak a tüzelőfűtő berendezésbe olyan gyártó által jóvá hagyott éghető anyagot lehet ugye használni, ez legyen akár szén, legyen akár ugye fa, amit a gyártó jóvá hagyott, mert sajnos ugye előfordul az, hogy ezeken kívül mindenféle hulladékot, szemetet és egyéb anyagot próbálnak ugye fűtésgyanánt felhasználni, ami két szempontból is ugye nagyon káros. Az egyik az, hogy ezeknek a káros anyag kibocsátása ugye teljesen más, mint egyéb tüzelőké, ezzel szennyezzük ugye a környezetet. A másik meg, hogyha ilyen dolgokkal fűtünk, ugye az a legnagyobb probléma, hogy nem csak a tüzelőfűtő berendezésben, hanem az égéstermék elvezetőben is sokkal hamarabb megtörténik a fokozott koromlerakódás, illetve a kátránynak ugye a lerakódása, és ezáltal, hogy ez rakódik, egyre szűkül az égéstermék elvezetőnek a keresztmetszete, ami a fokozott hő hatására, ne adj Isten, kéménytűzhöz, még tovább menve lakástűzhöz vezethet, és ebből adódóan még egy nagyon-nagyon fontos probléma adódhat, ugye az égéstermék elvezetőnek a különböző káros anyagoknak a visszajövetele, és ugye itt a legfontosabb a szénmonoxid, amire nagyon kell figyelnünk, ami adott esetben, hogyha visszajön, ugye családi tragédiákhoz vezethet. Ennek a megelőzéséhez tudjuk ajánlani azt, hogy jó minőségű, és az ellenőrzések által jóváhagyott szénmonoxid érzékelőt kellene beszerezni, ami sok esetben, ahogy említettük is, gyakorlatilag a tragédiák megelőzéséhez is vezethet. A családi tragédiák megelőzése érdekében érdemes ellenőrzött minőségű szénmonoxid mérőt felszerelni. Ezek listájáról az OKF honlapján lehet tájékozódni. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján az elmúlt évek tapasztalata és ellenőrzései alapján gyakorlatilag kettő lista van. Az egyik ugye a jóváhagyott és megbízható teljesítménynyújtó szénmonoxid érzékelők, a másik pedig azok, amik ezeknek az ellenőrzéseknek nem feleltek meg, tehát gyakorlatilag ebből az általunk úgynevezett pozitív listából érdemes választani olyan készüléket, ami megbízható és gyakorlatilag működőképes is. A gázkészüléket, gázkazánt is tanácsos minden évben szakemberrel megnézetni a fűtési szezon előtt, hiszen például társasházak esetében, ha egy lakást kizárnak, az egész tömböt lezárják, ha gyűjtőkémény van. A gázkészülékeknél is ugyanúgy tanácsos minden évben gyakorlatilag szakemberrel megnézetni a fűtési szezon előtt a gázkazánoknak az állapotát, mindenféleképpen ugye egy ilyen felmérés, egy ilyen vizsgálat, ez mindenképpen tanácsos. A másik pedig az, hogy ha lehet ilyet mondani, annyi könnyebbség van, hogy a kéményseprőipari szolgáltatása által előírt jogszabályi kötelezettségben a gázkéményeket, tehát a gázos égéstermék elvezetőket két évente kell felülvizsgáltatni.
ez ugyanúgy ingyenes, mint hogyha a szilárd tüzelésű égés termékelvezetőkről beszélnénk, csak ott miután egy év az előírt kötelező sormunkai, gyakorlatilag pedig két év a gázos készülékeknél. Mindenképpen arra kell törekedni ebben az esetben, hogy a hibát, amit feltárt ugye a kéményseprő szakember, azt a lehető legrövidebb időn belül ugye meg kell szüntetni. Gyakorlatilag a társasházaknál is vannak olyan, ahol gyűjtőkémények vannak, ez a nehezebb eset, hogyha valamelyik társasházat ilyen dolog érinti, illetve vannak az egyedi kéményes társasházak, ezek nyilván egyszerűbb kategóriába tartoznak. Az elsődleges lépés az mindig, hogy a hiányosságot a lehető, vagy a szabálytalanságot a lehető legrövidebb időn belül megszüntetni, és ezután a kéményseprő újra ki fog menni egy adott időpontban, ahol a műszaki felülvizsgálatát el fogja végezni a kéménynek, és gyakorlatilag onnantól kezdve ugye biztonságosan használható az a kémény, vagy akár a gázkészülék, amely okozhatja a problémát. A lakástüzek megelőzésére két tanácsot is adott a végén a szakember. Minden esetben nagyon fontos, ha szilárd tüzelésű fűtőberendezésünk van, hogy olyan anyaggal tüzeljünk, amit a gyártó előírt, másrészt a kályha és egyéb fűtőberendezés közelében semmilyen éghető anyagot ne tároljunk, mert esetlegesen egy szikra komolyabb tűz esetet okozhat. Mindenképpen körültekintően végezzük a tüzelési tevékenységet, és nagyon fontos, hogy ne hagyjuk órákra felügyelet nélkül a fával megpakolt cserépkályhát. A Tiszaszent Imrei Bekecs Mátyás csedár sajtjaival kápráztatta el a karcagi érdeklődőget a Morgócsárdában. Mottója a szántóföldtől az asztalig. A tejet tehát saját, legeltetett tehenek adják, a sajt így hihetetlen telt, krémes és elsőrangú, igazán csúcsminőségű. Kulináris és érzelmi töltete is jelentős. Magában is nagyszerű, de mivel kiválóan olvad és spirul, remekül megállja a helyét a rakott ételek tetejére reszelve meleg szendvicsen is. Bekecs Mátyással beszélgetünk, akinek a sajtját újra gondolta Mautner Zsófi. Hogyan tetszettek ezek az újra gondolt ételek? Nagyon tetszett, nagyon finom volt minden. Érdekes volt, ugye a parmezán sajtot váltotta ki a mi Szent Imrei csedár sajtunkkal. 21 hónapos érlelésű sajtot hoztunk neki. Ahogy láttam, a többieknek is íz lett, úgyhogy érdekes volt, nagyon finom volt. És mióta foglalkozik ezzel? Csedár sajtot egy olyan közel 4 éve készítünk, úgyhogy még kisüzemi környezetben Tiszaszent Imrén, és ez így már vannak egész komoly érlelésű sajtjaink is, ilyen 3-3,5 évesek is vannak. És ez honnan jött korábban? Tehát mi volt ez az elhatározás, vagy mi volt ez az ötlet, ami alapján belevágott? Próbáltuk, hogy ne csak az alapanyagot értékesítsünk, hanem feldolgozott terméket. Itt a tejfeldolgozásból jött ugye a sajt, angol a feleségem. Nagyon szeretem a cheddar sajtot. Innen jött, hogy cheddar sajtot készítsünk, csak azt készítünk, semmi más nem készítünk. Másfajta sajtot, tejterméket nem készítünk, csak cheddart. Azt szeretnénk nagyon jól. Itt láttam, hogy a feleségével azért megbeszélgették, hogy melyik ételben mi van. Neki mi ízlett a legjobban, és önnek mi ízlett? Ez nehéz kérdés. Ugye itt a birkapörköltöt behozták a képbe, ez összezavarta itt a dolgokat, de... Nagyon finom volt, így nehéz lenne kiemelni egyet, ami a legjobb, tényleg le a kalappal, nagyon finom volt minden. A feleségemnek a tök, sült tök, az íz lett a legjobban. Itt tényleg céklát, tököt, mindent lehetett kóstolni, és tényleg olyan ízek voltak, amit az ember úgy hétköznap nem is biztos, hogy el tudná képzelni, hogy megy együtt. Hát az biztos, hogy nem. Pláne itt ugye ebben az újragondolásban, itt a vidékünkön, ez azért... Nem megszokott, de nagyon finom volt, nekem nagyon íz lett. És egyébként jónak tartja ezt a megyei kezdeményezést, hogy szeretnék összefogni a megyebeli termékeket, készítőket, egy adatbázis is készül, és utána pedig próbálnának nekik segíteni a továbblépésben is. Hát mindenképp, megköszönjük szépen. Szerintem nagyon jól megfér a Tiszaszent Imrei csedár sajt, a tiszaörsi vagy a nagyköré kecske sajt egy tányéron. Tudunk készíteni sajtálat közösen, úgyhogy én nagyon jó ötletnek tartom. Hát ahogy nem ellenfélnek tartják egymást, hanem egymás mellett különböző piacot céloznak meg. Természetesen. Tehát itt ugye mi kis üzemek vagyunk, tehát itt szerintem tökéletesen elférünk, sőt kiegészítjük egymást, tehát a termék skálát, úgyhogy
nem látok ellenfeled benne. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!